Hölgyeim és uraim, előre is elnézést kérek érte, hogy a következő negyed órában saját magammal és a bipoláris depressziómmal fogom önöket nyomasztani. Két mentségem van rá. Az egyik az, hogy utoljára teszem, mert jövőre jön ki a Pokoljárás bipoláriában című regényem, immár a hatodik, és az nem szeretnék majd házalni vele, nem szeretnék házalni a saját betegségemmel, nem volna ízléses. A másik mentségem pedig az, hogy ez igazából nem nekem jó, hogy kibeszélem magamból, mert én kiírom. Azoknak szeretnék segíteni, ha tudok, akik az előadásom meghallgatása közben, vagy a felvétel visszanézése után, vagy akár saját magukon fölfedeznek bizonyos tüneteket, amik gyanúsak lehetnek, vagy esetleg lesznek olyan családtagok, akik rájönnek arra, hogy a velük egy háztartásban élő ember az igazából nem csak egy szimplán alkoholista beteg ember, hanem talán mélyebb gyökerei vannak az ő devianciájának. Mindenkit szeretnék bátorítani arra, aki magára ismer, hogy ne féljen megtenni azt a lépést, ami a pszichiátriára vezet. Én aztán tudom, hogy nagyon nehéz az az első lépés. Én megtettem, szerencsére, mert én bízom a pszichiátria tudományában, de nagyon nehéz megtenni. Azért nehéz megtenni, mert Magyarországon nagyon hamar rásütik az emberre a bolond plecsnit, ahogy a marhákra a tulajdonos szokta a billogját. Én is jártam így. Pár éve a Ferencvárosban kerestem albérletet, és a tulajdonos azt mondta nekem, hogy kedves Zsolt, rákerestem az ön nevére az interneten, és találtam egy videót, amit a Kadarkai Endre készített önnel, és abban azt láttam, hogy ön gyanús mentális betegséggel küzdik, és szeretném megkérdezni öntől, hogy vajon, ha én önnek kiadom a lakásomat, akkor ön veszélyt jelenthet-e a lakóközösségre nézve. Mert hogy ebben a házban nyugdíjasok élnek, és nem szeretném, hogyha az életük veszélybe kerülne. És hát nagyon kellett a lakás, nyeltem egy nagyot, és hát nem értettem, hogy miről beszél ez az ember, pedig egyetemi oktató volt, és egy egyetemi oktatóról az ember azt gondolná, hogy valamivel tájékozottabb, mint a nagy átlag. A közöltem el, hogy nem vagyok elmebeteg, hanem bipoláris depressziós vagyok, és most azt szeretném elmondani önöknek, hogy mit jelent bipoláris depressziósnak lenni a mindennapokban. Több mint negyed százada élek ezzel a betegséggel. 96-ban kezdődött, akkor vettem észre pontosabban. Az történt, hogy egy reggel arra ébredtem, hogy lezsibbadt a bal karom és a bal lábam, és a bal felemet pedig úgy húztam magam után, mint azok, akik sztrókot kapnak. Biztos láttak már ilyen embert önök is, akik mennek az utcán, és a bal felüket ilyen furcsán húzzák. Én is így tettem, és elmentem a neurológiára, egy hétig vizsgáltak, kívül, belül, oldalt, mindenhogy, és mondták, hogy semmi szervi bajom nincsen, az idegrendszeremmel semmi baj. Az a javaslatuk, hogy menjek el a pszichiátriára. És ezen jó nagyot nevettem, mert azt gondoltam, hogy én pszichiátriára legfeljebb akkor megyek, hogyha az ésnek kell a riportot írni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy nem megyek a pszichiátriára, nekem semmi keresni valómat. De aztán a betegség jelzett, méghozzá nagyon ravasz módon jelzett, átment kényszeresbe. Ezt tessék úgy elképzelni, hogy mondjuk megyek az utcán, és csak akkor tudok az utca végéig elmenni, hogyha az utcán lévő összes parkolóautót összeszámolom. Aztán szintet lépett a betegség, és azt mondta nekem a bennem élő másik ember, hogy nem csak az autókat kell összeszámolni, hanem a rendszámokat is össze kell számolni az autókon. Majd ez sem volt elég, össze kellett számolnom a házakon lévő összes ablakot. Ez a panelházaknál könnyű volt, mert ugye az ember összeadja, hogy felül mennyi oldalt mennyi, és akkor egy szorzással megvan. De igazából, amíg én elindultam otthonról valahová, és belekalkuláltam, hogy mennyit kell nekem számolnom, az olyan 2-3 óra volt, és újságíró voltam még akkor, és 2-3 órába telt, még eljutottam vala egy sajtótájékoztatóra, és aztán azt gondoltam, hogy ennek nem lesz jó vége, mert lehetséges, hogy mégis el kéne mennem a pszichiátriára. Ez a pillanat akkor jött el, amikor egy sajtótájékoztatóra menet, úgy éreztem, hogy átsivített egy golyó a homlokomon,
de olyan erővel, hogy nekiestem a falnak, és azt éreztem, hogy a homlokomon itt támadt egy luk, és keresztül fújt rajta a szél. És ez olyan hihetetlen megdöbbentő élmény volt, ugye nem mindennapi él át az ember olyat, hogy szél fújja a fejében, hogy másnap elmentem a pszichiátriára. Ez 96-ban volt, és máig emlékszem, hogy mi történt a váróban. Ott ült két hölgy, és az egyik azt kérdezte a másiktól, hogy maga mióta jár ide. Azt mondta, hogy 8 éve. És maga, a másik azt mondta, hogy 6 éve. Gondolta magam, hogy ezek hülyék. Hát 8-6 évig járni egy orvoshoz, hát lehet, hogy szimulások, vagy táppénzcsalók. Hát én be fogok menni, kapok egy gyógyszert, el fog múlni a zsibadásom, betömődik a luk a fejemen, és kész. De ugye ennek már 26 éve. Szóval 26 éve járok pszichiátriára. 26 éve szedek gyógyszereket, járok havonta kontrollra, amikor vannak lejtmenetek, én így hívom a lenti szakaszomat, hogy lejtmenet, akkor van, amikor hetente. Előfordult, hogy a pszichiáter hívott föl két naponta, hogy meg vagyok-e még, de hát meg vagyok, mint látják, itt vagyok egészben. És ezt csak annak köszönhetem, hogy volt erőm megtenni azt az első lépést a pszichiátriára. Mert idővel az ember fölismeri azt, hogy ez a betegség, legalábbis nálam, aki nem vagyok a téma szakértője, tehát ne úgy értelmezzék a szavaimat, mintha én up-to-date lennék a szakirodalomban, mert nem olvasok szakirodalmat ezzel kapcsolatban, hiszen nagyon ravasz a tudatunk, és attól félek, hogyha olvasnék szakirodalmat, az ott leírt tüneteket az agyam utánozná, szóval inkább ettől megkímélem magamat. De az én tapasztalatom az, hogy a depresszió, amikor valaki azt mondja magáról, hogy depressziós vagyok, ez a kifejezés a szó hétköznapi értelmében érthető, mert a másik dekódolni tudja, nyilván azon, hogy rossz kedve van a másiknak. De igazából a depresszió az nem rossz kedv, az nem lehangoltság, az nem szomorúság, az nem mélabú, hanem legalábbis nálam olyan, mintha a bensőmben, a lelkemben vagy a tudatomban lenne két ellentétes érzelmű lény. És ez a kettő lény harcol egymással, értem, és az a tét, hogy kikerekedik éppen fölül. És ennek a kettő lénynek a harca az, ami engem olykor padlóra visz, olykor pedig felpörget. Amikor padlón vagyok, erről is szeretnék beszélni, mert nagyon rettenetes élmény, és nagyon remélem, hogy minél kevesebben vannak olyanok, akik ilyet már átéltek. Olyankor nem megyek utcára, nem megyek emberek közé, 3-4 napig ki sem lépek a lakásból. A leghosszabb idő egyébként 10 nap volt, amikor nem léptem ki. Ez alatt persze nem lehet bevásárolni sem, tehát nem is ettem. De mondjuk az a tapasztalatom, hogy 3 nap után az ember már nem éhes, mert összeszorul a gyomra, tehát az éhezést elég jól lehet bírni. És hogyha pedig már nagyon muszáj, hogy valamit ennék el, akkor éjszaka, amikor hogy ne lásson senki, akkor le lehet settenkedni az éjjel-nappaliba venni valamit. Azért fontos, hogy ne lásson senki, mert amikor lenti szakaszban vagyok, akkor úgy érzem, hogy amikor a szememben néznek, akkor olyan, mint az emberek szeme az penge volna. Két szúrós penge, amelyik belefúródik az agyamba. És azt érzem, hogy az arcom helyén pedig üres fehér papírlap van, amire bárki azt ír, amit akar, és egy író esetében, aki én vagyok, az egy nagyon-nagyon félelmetes érzés, hogy voltak éppen egy fehér papír az arcom, amivel én dolgozom, a fehér papírlappal, és nem én írok rá, hanem valaki más, és bárki más ráírhat. És ettől én nagyon félek. Van még két gyanús jel, amikor érezni szoktam, hogy következik a lejtmenet. Az egyik az, hogy az embereket az utcán nem embereknek látom, hanem a kifejezésért elnézést kérek, ilyen büzölgő bélcsomagnak, ilyen emberbőrbe kötözött bélcsomagokat látok az utcán, akikből alul izületekkel tagolt végtagok nyúlnak ki, és ezek a végtagok lépdelnek egymás után. És az a furcsa, hogy amikor rájuk nézek, akkor nem csak az arcukat látom, a jelenlegi arcukat,
hanem megtéplázódik az arcuk, és látom, milyenek voltak gyerekkorukban, milyenek most, és milyenek lesznek öregkorukban. És ez elviselhetetlen látvány. Ezt nem tudom elviselni, úgyhogy inkább nem megyek az emberek közé. Amikor pörgő szakaszon van, azért ez jóval viccesebb, legalábbis így kívülről halva talán vicces. Olyankor különböző mániáim támadnak, például világhírű zenész akarok lenni, ilyenkor szoktam gitárokat vásárolni, erősítőket vásárolni, a neten ez elég sok pénz, 3 hétig gyakorolok, mint az őrült, aztán persze abba hagyom és eladom az egész hubelevancot. Így vásároltam már persze elektromos zongorát is, 3 hétig gyakoroltam, mint az őrült, és tudtam, hogy zongoraművész leszek, és persze hát semmilyen hallásom nincs, szóval esélyem nem volt, de abban a 3 hétben elhittem magamról, hogy én zongoraművész leszek. Volt olyan, hogy lakatos akartam lenni, vásároltam egy csomó lakatot, a neten rendeltem Kínában állkulcs készletet, és azt gyakoroltam, hogy hogyan lehet lakatokat kinyitni állkulccsal, és akkor jöttem rá, hogy valami baj van, mikor egyszer a hajnalban, 2-3 óra körül fölülről láttam magamat, és azt láttam, hogy ahelyett, hogy aludnék, fekszem az ágyon, és egy dróttal próbálok egy szétszedett lakatot kinyitni, ami eleve szét volt szedve. És akkor láttam, hogy Zsolt, te most valószínűleg nem vagy jól, tehát holnap el kell menni a pszichiátriára, és ott beszélni a pszichiáterrel. Fel szeretném hívni a figyelmüket arra, hogy önmagában a pszichiátriai gyógyszeres kezelés az nem elegendő. Tehát általában nekem a pszichiáterek mindig szokták mondani, hogy menjek el pszichoanalízisbe, tehát hogy egy pszichológussal beszéljek, de én erre valami miatt képtelen vagyok. Van bennem egy olyan gát, amit én nem tudok leküzdeni. Egyszer próbáltam, elmentem egy pszichológushoz rábeszélésre, de nem tudtam elmondani neki azt szemtől szemben, face to face, egy vadidegennek, amit most így önöknek el tudok mondani. Ez nagyon furcsa dolog, mert közönség előtt ez valahogy személytelenebb. Erről így könnyebb beszélni. Valószínűleg ez az oka annak is, hogy erről tudok írni. De szemtől szemben egy vadidegennel nem tudok sem magamról beszélni, sem a betegségemről. Úgyhogy ha valaki magára ismert volna, vagy esetleg a családjából valakire, akkor szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy sokkal inkább jobb több mint negyed századon át gyógyszereken élni, mint alkoholbetegnek lenni, lecsúszni, lezülleni, és emberhez nem méltó életet élni. De hogyha valaki igazán maximalista, akkor azt ajánlom, hogy ne csak pszichiáterhez menjen el, hanem pszichológushoz is. És az most jutott eszembe itt kín, amikor készültem, hogy azzal fogom befejezni a beszédemet, hogy az én esetemben lehetséges az volna a megoldás, hogyha olyan pszichoanalízisbe járnék, ahol van mondjuk 150 pszichológus, mondjuk önök, és akkor van egy beteg, aki itt beszél, és a betegek mondják a magukét, és akkor rájöttem, hogy de hát ezt meg úgy hívják, hogy színház, azt mondom, föltalálták. Úgyhogy mégis az a legjobb, hogyha valaki beteg, akkor menjen pszichiáterhez, aztán pedig járjon pszichoanalízisbe. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.